Sziasztok! Ez itt a Greencat is DIY. Ma a házak hőszigetelését követően kialakuló legsúlyosabb problémáról fogunk beszélgetni és a megoldásáról. Manapság igen divatos dolog leszigetelni a házakat, hiszen ennek több okból is van értelme. Az energia árak mellett, amik folyton emelkednek, bizony szükség van arra, hogy megtakarítsunk a fűtés költségen, amit csak egy módon lehet, ha leszigeteljük az épületet. Kicseréljük a nyílászárókat, kívülről beszigeteljük. Ekkor azt az eredményt kapjuk, mint amikor egy nylon zacskónak elkötjük a száját, innentől kezdve légtömörré válik az épület, se ki sebe, megszűnik a természetes szellőzés. Ez régen nem így volt. Régen a régi fajta ablakok bizony szellőztek. Ha valaki látott ilyet szélfúvásban, akkor tudhatja, hogy a régi ablakok mellett bizony a függöny is mozgott. Megvolt az a természetes légszellőzése az épületnek, ami manapság már nincs meg. De valamit tenni kell azért, hogy az új épület is ki tudjon szellőzni, hiszen a puszta létünkkel generáljuk azt a párát, ami megnövekedik ebben a lezárt épületben. Mindenkinek azt ajánlom egyébként, hogy tegyen egy páramérőt egy ilyen lezárt épületbe, és kezdje el mérni, hogy a levegő minősége az hogyan romlik, hiszen ez egyértelműen mérhető. Az, hogy mennyi párát bocsátunk ki, az függ attól, hogy hányan is vagyunk az épületben, hiszen az emberi test is jelentős párakibocsátó. Függ attól, hogy hányszor fürdünk, hányszor használjuk a fürdőszobát, főzünk-e, és nem mellesleg, ha még kis állatot is tartunk, akkor ők is párakibocsátók, és ezzel folyamatosan növelik a lakásnak a belső páratartalmát, amelyet időnként el kell vezetni, valamilyen megoldásra szükségünk van. Mit is okoz ez a pára, és miért kell ettől ennyire félni? Az első és legfontosabb, amikor egy ilyen lakásba belépünk, akkor érezzük, hogy olyan nehéz a levegő, hát nem véletlenül, mert nagyon nagy a páratartalma, és ez nem biztos, hogy egészséges egyrészt. Másrészt ez különböző helyeken ki fog csapódni. Bármilyen jól legyen szigetelve is az a bizonyos épület, az ablakok, betongerendák és minden egyéb, lehet, hogy egy-két fokkal hidegebbek, mint bármely környezeti tárgy, és ekkor ez a megnövekedett páratartalom itt fog kicsapódni. Jusson eszünkbe a szendvics példája, amit nylon zacskóba csomagolunk. Első és legfontosabb dolog, hogy bepárásodik ez a zacskó, ahogy rázártuk a szendvicsünkre, és ezután előbb-utóbb bekövetkezik az, hogy meg is fog penészedni. És ha láttunk már olyan lakást, ahol a pára elszabadult, bizony a penész az a végső intőjel, ami problémát kezd okozni, és na innentől kezdve aztán mindenki elkezd hadakozni, pedig ez már a probléma vége. De mielőtt eljutnánk addig, hogy a lakásunkban megjelenik a penész, mik azok az intőjelek, amire oda kell figyelni, és már az elején tudhatjuk, hogy valami gond van. Amikor elkezdünk mondjuk egy teát főzni, és ebből kijövő pára, jellemzően egyébként télen, az ebből kijövő pára azonnal az ablakon jelenik meg, akkor tudhatjuk, hogy a szobánk vagy a helyiség levegője erősen telítve van párával, és már csak ez a pici hiányzott neki ahhoz, hogy egyáltalán kicsapódjon az ablakon. Ebben az esetben el kell kezdeni mérni, és el kell kezdeni rá odafigyelni, hogy valamilyen módon ettől a párától megszabaduljunk. Mint mondottam, a legpárásabb egyik munkálatunk ez a fürdés, és a fürdőszobában nem jellemző, hogy megjelenik ez a penészedés, sokkal inkább megjelenik a másik helyiségben. Hiszen amikor a fürdőszoba ajtót kinyitjuk, csak úgy tódul át a többi alacsonyabb páratartalmú helyiségbe az a párás levegő, ami ott keletkezett, és ott már rögtön le is tud csapódni, hiszen általában a fürdőszobában mindig egy picit melegebb van, mint a többi helyiségben, és ez okozza azt, hogy az összes többi picit hidegebb helyiségben sokkal hamarabb lecsapódik. Egy másik észrevehető nagyon fontos jel az, amikor a friss levegőről belépve egy lakásba azt tapasztaljuk, hogy bizony elég rossz a levegő. Ez annak az oka, hogy nem mozdul bent meg a levegő és magas a páratartalma, amit ideje lenne vagy illő lenne kiszellőztetni. Ekkor ugye jön a megoldás, kinyitjuk az ablakot. Ahhoz, hogy tökéletesen át tudjuk a lakásunkat szellőztetni, bizony óránként 2-3 perces szellőztetésre lenne szükség. Hát aki otthon ül, az megteheti, de aki nem, az nem. Így aztán kénytelen más megoldást találni. A következő megoldás az, hogy elhelyezünk különböző ventilátorokat, akár központilag, akár szobánként egyedileg, ez megoldja helyettünk a szellőztetést. De ekkor van egy nagyon nagy probléma, hiszen a lakásból elkezdjük kivinni a meleget. És akkor vigyük vissza a gondolatunkat a legelejére. Azért kezdtük el az egészet, hogy a lakásunkban bent tudjuk tartani a meleget, hőszigeteljük az egész házat, most pedig jön a probléma, hogy elszabadult a páratartalom, amit aztán kiengedünk vagy az ablakon, vagy különböző szennyező ventilátorokon keresztül. Azt mondhatjuk, hogy akkor nem csináltunk semmit, avagy minek csináltuk. De a megoldást az jelenti erre az egész problémára, hogy szellőztessünk is, és a hő is bent maradjon. Erre vannak megoldások, de természetesen egy kicsit más, mint egy hagyományos ventilátor.
Ha abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy új építésű ingatlanunk van, és már az építés előtt azon kezdett el gondolkodni a tervező, hogy ide bizony szellőzés fog kelleni, akkor építhetünk be központi szellőzőrendszert. De ha egy utólagos hőszigeteléssel van dolgunk, akkor bizony nagyon nehéz azt megoldani, hogy a lakásunk minden helyisége tökéletesen szellőző. Erre nyújt megoldást az a szellőző ventilátor, ami itt látható mellettem. Gyakorlatilag ez helyiségenként elhelyezhető, és semmi más dolgunk nincs, mint az, hogy egy furatot készítünk a falon át, ami innentől kezdve a szabad levegőre fogja ki, avagy beszállítani a levegőt, és ezzel a páratartalmát és a jó levegőjét rendbe tesz a lakásunknak. De ahhoz, hogy ez ne veszítse el a hőt, ahhoz van benne egy speciális megoldás, ami a kiszellőztetéskor kimenő hőt visszatartja, és a bejövő levegő esetében pedig behozza ezt a meleget, de akkor nézzük meg, hogy ez hogyan is működik. Egy picit céljelebb szedve itt van az imént említett ventilátor, amelyet beépíthetünk utólag abban a lakásban, ahol nem alakították ki a szellőző rendszereket. Ez a ventilátor ilyen szépen kivehető, és már csak a fali felszerelő része marad nekünk. Mindamellett, hogy ez a ventilátor távirányítóval vezérelhető, ez nem csak annyit tud, hogy egyszerűen kiszívja a lakásból a levegőt, hanem bizonyos ideig kifele szívja, bizonyos ideig pedig befele tolja a lakásba a levegőt, ezzel megoldja a hőcserélés problémáját. Ez mindenféleképpen időzíthető, beállítható a sebessége, az, hogy halkabb legyen a ventilátor, és minden egyéb dolgot tud, de a titok az abban rejlik, hogy az a bizonyos kerámia betét, ami a falon átmenő csőbe van elrejtve, ez nagyon könnyen kivehető, pont azért, hogy a későbbiekben ezt lehessen porolni, tisztítani, hiszen a be- és kiáramló levegő ezen a nagy tömegű kerámia darabon áramlik át. Ezen, ha megnézzük itt a kis szűrőbetétünk alatt, akkor nagyon kis apró lukak találhatók. Ő az, ami a lakásból kiáramló hőt fölfogja, és a visszafele áramló levegő esetében pedig leadja. Így megoldható az, hogy a gyakori szellőzés mellett sem kell a lakásunkat félteni, hogy kihűl, hiszen bent tudjuk tartani a meleget. Most, hogy láttuk, hogy belülről hogyan is működik ez a ventilátor, hiszen nem egy bonyolult dolog, de ennek ellenére egy nagyon hatásosan működő szerkezet, de hova is kell ezt elhelyeznünk? Nyilván nem a fürdőszobába, hiszen a fürdőszobában nagyon sok pára keletkezik, és az rögtön áthalad a lakás túlsó felére, a fürdőszobából általában csak kifele visszük a párát, de ott, ahol oda-vissza légmozgásra van szükség, ezek általában a szobák. Egy bizonyos méretű szobába ajánlott ez a ventilátor, ha nagyon nagy szobánk van, akkor általában kettőt érdemes betenni. Ha két ilyen ventilátorunk van, akkor ők össze tudnak szinkronizálni, és képesek arra, hogy elkezdik a levegőt egy irányba mozgatni, a szobába, tehát az egyik szív, a másik fúj, aztán pedig megfordítják ezt az irányt. Hiszen páralecsapódás csak akkor jöhet létre, ha áll a levegő egy bizonyos helyiségbe. A keringő levegő az általában nem tud kicsapódni különböző helyeken, egyrészt ebben is segít, másrészt persze friss levegővel látja el a házat, és megszűnik az eredendő gond, amiről már nagyon sokat beszéltem. De ha már barkácsolunk, akkor beszéljünk a beszereléséről ennek a készüléknek, ami egyébként nem túl bonyolult. Itt mellettem egy demo falat láthattok, ami azt mutatja be, hogy hogyan is kell ennek egy falba bekerülnie. Igazából egy furatra van szükségünk, annak, hogy ez a furat milyen átmérője legyen, lejtsene, avagy melyik irányba, a leírásában megtalálható a készüléknek, de attól függetlenül egy egyszerű furatról beszélhetünk, amelyen keresztül ki tud szellőzni az adott helyiség, és a két oldalára föl tudjuk szerelni a szükséges takarókat. Az egyik oldalon a mi ventilátorunk kap helyet, a másik oldalon pedig egy szellőző rács kap helyet. Ez a szellőző rács, ez egy teljesen hagyományos, arra való, hogy az eső ne essen be rajta. De az is előfordulhat, hogy olyan zajos helyen lakunk, hogy egy ilyen falra készített furat bizony erősen behozza a zajokat, de megoldás erre is van. Ha netán zajos helyen lakunk, akkor ugye tényleg problémát okozhat egy ilyen furat, de ebben az esetben egy olyan szellőző takarót tudunk a készülékhez kapni, amely már megoldja ezt a problémát is, hiszen belül hangszigetelő rétegekkel van ellátva, mindamellett, hogy a levegő akadálytalanul tud rajta ki és bemozogni, a zajokat teljes mértékben kívül tartja. Így ennek okán nem fogja a lakásuk a komfortját elveszíteni, még zaj szempontjából sem. Most, hogy így végigértünk az egész probléma körön, egy kicsit összegezzük, hogy miről is folyt itt a beszélgetés.
Az a legfontosabb dolog, hogy a lakásokat szigetelni kell, ami bizony költséget jelent, de ebbe a költségbe senki nem számolja bele a későbbi következményeket, amelyek aztán a párásodás vagy éppen a pennészedés lesznek. Hogy ennek is megoldása legyen, íme egy hővisszanyerő készülék, amely nem engedi ki a meleget a lakásunkból, a hőt bent tartja, de mindemellett biztosítja a komfortos belső légkört, és erre persze vannak komolyabb megoldások is, de annak, akinek csak utólag egyetlen egy helyiségbe vagy két helyiségbe kell, hogy beépítse, az egyik legjobb megoldás az ez. Ennyi volt mára, ezt szerettük volna mutatni. A készülékről találtok egy linket a videó alatti leírásban, de bármilyen egyéb kérdésetek van, szívesen válaszolunk, tegyétek fel nyugodtan. Találkozunk legközelebb, sziasztok!